Jó reggelt, itt Karvai, és lássuk át akkor azokat a kérdéseket. Hegedűs Áron azt kérdezi, rengeteg kérdésem van hozzád, így most egy sem jut eszembe. Kár. Truba Dumba volt kérdezi, mit gondolsz, negatív vagy pozitív élményből van neked több vodból, csak mert elég sok stream, meg más videókból, külön mók szakasz, nagyon sok pack sorozatod van, és ezért úgy gondolom, lehet, hogy rosszul gondolom, hogy több a negatív élmény. Csak akkor nem értem, hogy minek játszasz úgy egy játék, hogy gyakorlatilag folyamatosan szivat, és egyszer-egyszer jó dolgok is történnek. Hát a utolsó mondatod az igazából nem egy kérdés, egy kijelentés, de ez most lényegtelen. Mondom, lehet, hogy csak ez nekem jött le így, és egyáltalán nem így van. Oké, szóval egyrészt a móka szakasz videók azok általában nem ugrok át bennük meccseket. Tehát amikor elnyitom a felvételt, akkor játszunk egy húzamban 2-3 órát vottal, volt olyan, hogy 4-et, meg volt egyszer, hogy 5, viszont az 5 órás az úgy néz ki, sok volt az OBS-nek, és az össze is korruptálódott, ez így nem helyes kifejezés, de a lényeg az, hogy ezt nem lehetett lejátszani és sehogy sem megoldani, pedig az volt lenne az egyik legjobb felvétel, és sosem fogjátok látni, meg már én se. Mindenesetre a móka szakaszban nem szoktam átugolni meccseket, rossz meccsek, jó meccsek is láthatóak egymás után. A replayeknél, hogyha beküldött, akkor ott szoktam válogatni, hogy jobbak kerüljenek be, a sajátokból van, hogy rosszabbat is mutatok. A lényeg az, hogy nálam nem csak ilyen epic, nagyszerű, fantasztikus dolgokat lehet látni botból, hanem be szoktam mutatni a random sötétebb oldalát is, mondjuk esetleg. Az pedig, hogy pozitív-negatív élmény. Hát 3 éven át nagyon jó volt, az utolsó évben már egy picit romlott az egész illúziója, mostanában pedig nagyon keveset játszok, egyrészt azért, mert más játékokkal töltöm az időmet, másrészt azért, mert tényleg ennyi játék után zavarja egy picit az embert, hogy milyen hülyeségek vannak voltban, amiket lehetne javítani, de ugye az esetleg rombolhatná a business modelljét a Wargamingnek, hogy pénzt szerezzen a mi nyomorunkon, vagy frusztrációnkon, ilyesmi. Vannak nehézségek, meglátjuk, hogy mi lesz a botnak a jövője, aztán lesz igény még rá, hogy lássatok ebből a játékból dolgokat, illetve bírom-e én idegekkel, hogy játszak ezzel a játékkal. Mert igazából rengeteg befektetett idő, meg munka, meg minden van benne, főleg úgy, hogy én prémium akkon nélkül játszottam nagyjából mindig, ami ugye annyit jelenti, hogy 50%-kal lassabban haladok, meg kevesebbet keresek, mint mások, akik fizetnek prémiumért 3000 forintot havonta kb. Hiába van az embernek 8-as prémium tankja, az csak a kreditben segít, sokkal többet ér egy prémium akkont, mint saját káromon megtudtam. Minden esetre még próbálkozunk a dologgal, ahogy Henseverke is mondta nekem, hogy meglátjuk, mit hoz a tél, meg az új év a World of Tanks számára, aztán ha más nem, akkor játszunk Armored Warfare-rel. Most már van kiút, úgymond. Úgyhogy ugye Docs Admin válaszolta erre a kérdésre. Az élet is szivat, egyeseket elég keményen mégse adják fel. A VOD az nem egészen az élet, de abban van igazság, hogy kemények vagyunk, aztán tűrünk itt is. Balázs Csonka kérdezi, nekem 3 kérdésem lenne. Egy lesz esetleg a Company of Heroes 2 videó. Company of Heroes 2-m nincsen, csak Company of Heroes 1-em, az is modok nélkül. Esetleg ha letorrentezem, mert sokkal hallom az árát annak a játéknak, és az az igazság, hogy habár én RTS játékokon nőttem fel részben, tehát voltak más játékok is, de platformoknak hasonló, de főleg RTS-ekkel játszottam, ilyen Age of Empires, meg gyakorlatilag minden, amihez hasonló, Total War Rome ilyenek, tehát rengeteget játszottam ilyenekkel. A Red Alert-et, Command & Conquer szériákat mind kijátszottam, de így mostanában úgy tűnt nekem, amikor próbálkoztam RTS-ekkel, hogy így nem tudom, kiöregettem belőlük, vagy kikoptam belőlük, tehát jelenleg a TPS-eket, hogy nem az third person shoot, TBS, turn based strategy, real time strategy, hát a turn based-esekkel jobban meg vagyok, én jobban szeretem azt, hogy gondolkodhatok, és mindig a maximumot próbáltam meg kihozni, ha van rá időm, és úgy veszem észre, ez persze az én véleményem, hogy a mai modern RTS-ek azok arról szólnak, hogy tudjál minden gyors gombot izomreflexből benyomni, mert minden másodperc számít, minden század másodperc számít, és egy tökéletesen kidolgozott metát kell tökéletesen követned, különben az ellenfeled, aki biztos, hogy tudja hibátlanul, mint hogyha egy számítógép lenne az adott metákat, az le fog téged gyűrni, hogyha egyszer is hibázol, vagy eltérsz a normától. Lehet, hogy tévedek persze, de a lényeg az, hogy mostában nem nagyon áll a kezem az RTS-ekre. Lesz majd World of Warships videó? Hát egy darab stream volt, aztán játszottunk Buxival még párat, meg van most a 3-as
kierű amerikai cirkálom és ennyi, de van most 3 napos prémium kódom egy tier 2-es prémium hajóval, gondolom, hogy akkor még ki kéne próbálni és kéne grindolni. Csak a hajók annyira nem izgatnak úgy nagyon, a játék végül is egyedi a játék menete meg ilyenek, de itt is az, hogy Wargaming a tulaj, valamivel biztos hosszú távon el fogja rontani a business modellt, persze bízhatunk bennük, hogy hát ha nem, de ki tudja. Premium lőszer végül is még egyelőre nincsen, de a matchmaking az itt is kaotikus. Lényeg a lényeg, fogok még próbálkozni World of Warships-t, aztán meglátjuk, hogy tapadok-e hozzá, meg hogy titeket érdekel-e. Don't Starve Together-t miért hagytad abba, várható lesz a folytatás. A Don't Starve Together az olyan, hogy engem olyan nagyon nem érdekelt, aztán végül kaptam egy ajándékot a Don't Starve Together-höz, tehát így a Steam-en ajándékként megkaptam a játékot, akkor játszottam ugye kiskozékkal is, meg játszottam másokkal, és ez volt a livestreamben. Videót még nem készítettem abban a livestreamben, nem is tudom, hogy fogok-e, és nem tudom, hogy lesz a folytatás végül is, nem lenne rossz, mert egy tetszetős kis játék, csak nem nagyon van kivel játszani, meg el vagyok jelenleg havaszba, talán majd lesz. Balasnyikov kérdező, hogy lesz-e War Thunder-ön belül repülős videó, ha kell esetleg akkor tudok biztosítani, csak egy gépet szeretném mutatni, hogy kíváncsi vagy rá. Hogyha War Thunder-özök majd repülőkkel, akkor szerintem megpróbálom a saját akkomon kihúzni a repülőket, hogy tudjam, hogy milyen. Itt, tényleges képet tudjak átadni arról, hogy mik a tapasztalataim egy-egy repülőággal, fejlesztéssel, grinddal, meg a repülővel magával. Egyébként War Thunder repülős részlel egy videó volt, azt hiszem csak a csatornán. A repülők sem izgatnak nagyon hasonlóképpen, mint a hajók. Hát mi az, ami izgat engem? Valóságban a tankok sem izgatnak olyan nagyon egyébként, szóval ez kicsit ironikus, de a repülők valahogy különösen nem. Megpróbálkoztatok vele, játszatok ilyen mókás dolgokat, amihez nem kell megtudnom játszani a játékkal nagyon komoly szinten ilyen. Maradhatok átlag alatti játékos, esetleg olyan lehet. Az meg, hogy erős játékos legyek és megmutassak magas térű járműveket, ahhoz több órát kéne beleölnöm, mint amennyit igazán szeretnék. Tehát, hogy is mondjam, más játékokkal jobban szeretek játszani, mint a War Thunder repülős részével, meg Warships-szel. Ez ilyen, én legszívesebben minden létező játékkal játszanék, kijátszanám így mindent kiúzni, meg végigjátszani, meg ilyenek, csak az embernek kevésre az ideje. Édes István kérdezi először is, hogy hol találkoztál először a vattal, valamint mi tetszett leginkább benne. Először a vattal, hogy találkoztam, fogalmam sincs, hogy találkoztam. Azt tudom, hogy én találtam valahogy, hogy egy tankos, lövöldözős, ingyenes játék, mondom, én FPS-ekben szar vagyok, talán, hogyha van páncem, akkor esetleg jobban megy. De ezt már meséltem párszor, hogy ezt én megtaláltam, játszottam. Tier 1-2-ig jutottam először ilyen 10-15 FPS-sel a nagyon régi gépemen. Úgy próbáltam realisztikusan játszani, hogy belső nézetből mentem a tankjaimmal, mert az úgy biztos úgy néz ki egy tanknak, hogyha belülről nézel, vagy nem tudom. Elég szédítő volt. Aztán megmutattam fazekas parancsnok, ő játszott vele, őt nem zavart annyira az FPS, mint engem. Én egy hét után abba hagytam, aztán fazekas parancsnok hívott visszajátszani engem, mikor már klánban volt és volt Porsche Tigrise ugyanolyan 10-15 FPS-sel. Most már jobb neki az FPS-re. Mégis visszahívott, aztán én meg a Tiamisztányát akartam kiúzni, aztán most itt vagyok. S. Bence kérdezi, mikor lesz facecam, szóval van most már kamerám, HD kamerám a számítógéphez, de nem tudom, hogy miért kéne facecamálnom. Tehát olyan nagyon nem akarok, és tudom, hogy megszavaztuk meg ilyenek, hogy akkor legyen facecam, mert a többség azt szeretné, de én olyan nem akarom, és nem látom be az előnyeit, tehát ha veszünk más botos streamereket, Circumflexisnek a facecamje valójában egy beardcam, még a neve is ez. Az igazából arról, szóval van néha úgy valami pointersüt, amihez látni kell őt, például felteszi a napszemüvegét, vagy gesztikulál, de úgy egyébként én mikor nézek tőle highlightokat, akkor nem nagyon szoktam figyelni a kamerát ezeket kiéve. Aztán van Kiki Baby livestreamje, amiben igazából nem tudom, hogy ő székeket árul, de mert látható mögötte egy csomó fotel minden egyes videóban, és hogy még Ripley-eknél is kiteszi az arcát, feleslegesnek tartom. Persze én nem tenném ki, hanem mondjuk livestream közben lenne facecam, és akkor lehet látni a arckifejezésemet. Először úgy gondoltam, hogy az már nagyon régóta késik, hogy Valkyria Chronicles-t játszanék, ami egy ilyen körökre osztott, tankozós, lövöldözős játék, viszont animeként, amiket én utálok, az artstyle-ját annak a műfajnak. És akkor arra lett volna a facecam, hogy ott majd így tikkel a szemem, és ezt láthatjátok, hogy
mennyire ki vannak adva, de az is egy egyszeri poén, aztán meg lehet unni. Nem tudom, olyan nagyon nem van az a facecam, de mondjátok meg, hogy erről mi a véleményetek, hogy ez tényleg egy szükséges dolog lenne, hogyha Twitch-en streamelnék, vagy akár hogyha csak YouTube-on streamelnék, vagy nem tudom, szerintem egy videóban el lehet lenni anélkül. Tudom, hogy a film az egy vizuális műfaj, viszont az, hogy valaki livestreamen is játszik és kommentárol, az meg már egy hangbéli műfaj, tehát akkor a beszédem legyen érdekes, nem pedig az, hogy nézem a játékot, vagy... nem tudja. Daveron kérdezi, hogy mikor lesz Metin 2. Soha. Nem kényszeríthetsz. Darabos Máté kérdezi, hogy ha megvan a AC Unity, ami nincsen, hajlandó lennél kooperatívozni, hogyha meg lenne, akkor hajlandó lennék, de... az AC Unity, ez tudom, hogy nincs benne a kérdésben, csak én nagy fanja voltam az Assassin's Creed szériának, az egyet imádtam, a kettőt imádtam, a Brotherhoodot már kevésbé, a Revelation kijátszásához sosem jutottam, mert a gépem nem vitte, aztán most már vinni, de már annyira nem érdekel, és abból egy végigjátszást néztem meg, egészet, tehát így 100%-os végigjátszást Revelationsben milyen lenne, hogyha játszhatnék vele, de mégse játszok. Az is jó volt még, aztán a Assassin's Creed 3 az nagyon szar, a DLC az még nevetségesebb, tehát mágikus állatokká változó, varázsló indiánként, ez nem igazán az Assassin's Creed története, világa, meg az a történet, hogy George Washington király lett volna, aztán a végén kiderül, hogy ez csak egy álom volt, aztán kidobja az artifaktot, és akkor mégse is semmit se játszottál gyakorlatilag, mert csak egy álom volt. Ez filmekben is hülyeség, mikor a végén kiderül, hogy semmi sem számított végső soron. Na mindegy, szóval az Unity és a többi pedig ugye már Desmond halála utánuk, spoilers, nem sok értel van, tehát itt már tényleg csak átment ilyen Call of Duty szériába, hogy minden évben adjunk ki egy újat, és akkor zsebeljük be a pénzt, de nem folytatják a történetet. Ez lehet, hogy egy fura elvárás tőlem, de ugye az van, hogy 2012-ben világvégén úgy gondoltam, hogy akkor az Assassin's Creed sorozatot be kéne fejezniük 2012. december előtt valamilyen konklúzióval. Nem tették, szóval most már nem tudok feszültséget érezni azzal kapcsolatban, egy ilyen kis valóságérzetet, hogy hú, mi van, hogyha ez tényleg így van, de ez így elveszett. Nagy Gergő kérdezi, hogy miért kezdtél videózni, na ez egy jó kérdés. Ez is jó kérdés, inkább kussolok. Szóval eredetileg az volt, hogy Pitakkal, Kozival, Profettel ugye így játszogattunk rengeteget, jó sokat, aztán miért ne vehetnénk fel azt, amikor jól szórakozunk, és akkor feltöltjük a YouTube-ra, és miért ne, megosztjuk másokkal a játékélményeinket, és én vagyok az, aki ezt ténylegesen folytatta hosszabb időn át is, ugye most már több mint 3 éve. Gyakorlatilag ennyi oka volt, aztán most ez a hobbi meg a fő elfoglaltságom a szabadidőmben. Lehetne más, tanulhatnék dolgokat, vagy fel tudja, de én ezt is élvezem, hogy beleölöm az időm, aztán hogyha szórakoztatok vele néhány embert, akkor nekem az jó érzés. Icarus 44 full kérdezi, hogy min is kaptatok össze Cleverlanddel meg Felannal, illetve most már nem is lesz esély, hogy valaha esetleg együtt játszatok. Mondanám, hogy részemről lenne esély, de igazából az, hogy Felonról nem sok mindent tudok ilyen formán, de Cleverland elég sokat. Hogyha erről beszélek, akkor az rossz hírnévterjesztés, ami illegális, vagy ami törvénybe ütköző, vagy hogy van ez. Minden esetre, amikor volt az a videó, amiben így elmondtam dolgokat a World of Tanks magyar közösségéről tapasztalataim szerint, akkor az így teljesen, semmi rossz indulat nem volt benne, meg őszinte volt, de Felon és Cleverland az így kiakadt, hogy hogy van képed ilyen nyíltan beszélni az emberekkel arról, hogy itt zárt ajtók mögött mi zajlik, és gyakorlatilag azt mondták, hogy oké, okay, valami közös dolog lett volna köztünk majd június végén, de most már nem lesz, és én sose tudtam meg, hogy mi az, amire gondoltak, hát akkor ez borzasztó nagy veszteség bizonyára számomra. Gyakorlatilag, én nem tudom, úgy mondanám, hogy megsértődtek azon, hogy én nem játszom az ő játékukat. Ami persze messzire jutatta őket, tehát Clever sokan nézik, meg ilyesmi felem, meg ugye most már Párizsban van, szóval jó nekik. Aki tud a csalásaikról, az úgyis tud. A VOD Hungary és a World of Tanks magyar portál közül egyik sem különben ilyen tekintetben igazából. De erről inkább most nem beszélnék többet, mert nem kell a dráma. Kovács András kérdezi, hogy ha te vagy Karvaj, akkor mi lehetünk Karvajkák? Abszolút-e. Ugye korábban volt ez a Karvajkákos dolog, hogy esetleg egy TS-re vagy valamire meghívom azokat az emberek, akik szeretnének játszani videójátékokkal, és akkor egymás
társaságában, hát ha jól el vagyunk. Most, hogy ezt így eszembe juttattad, csinálok is egy Facebook csoportot a Kamu Facebook akkontommal, és abban meghívom azokat, akik korábban írtak már e-mailt, hogyha valaki még szeretne, és tényleg nem csak trollkodik, hanem játszani szeretnek barátkozni valóban emberekkel, akiknek hasonló az ízlésre, akkor nyugodtan írjon e-mailt karvainteraktive@gmail.com az e-mail címem, amit főleg használok. Aztán meghívlak, TS-ünk szerintem még egyelőre nincsen, de valahogy azt is megoldjuk aztán. Igaz, hogy én nem leszek mindig olyan gyakran, mert elfoglalt vagyok, de hogyha egymással jól kijöttök és tudtok játszani, akkor az már tök jó, és hogyha találtok egy jó játékot, vagy én találok egy jó játékot, amit lehet többen játszani, és lehet belőle a jókás videót csinálni, akkor csinálhatom közösen valami ilyesmit. Mert játszunk normálisan, én felveszem, aztán majd összebogdossam ilyen barátilag. Ja, szóval köszönöm, hogy ezt felhoztad. Suri Máté, Bence, igaz, gondolom, hogy a keresztelmenú gondol, az igen, Bence, ezt már a 3 évvel ezelőtti, vagy lehet, hogy csak 2 volt, kérdezfelek videóban is elmondtam, hogy Bence a keresztelmenú, nem titok, ennyi. Gyuri Máté kérdezi, ha lesz a klán találkozó, akkor arról lesz videó, ezt nem tudom, mert nekem jelenleg nincsen kamerám, kézi kamerám, semmilyen kamerám nincsen. Ha másnak lenne és akarna filmezni, akkor gondolom lehetne, hogy a többiek is beleegyeznek, vagy nekem lenne akkor a kamerám, gondolod, küldhetsz nekem egy kamerát, hogy vegyek fel ilyesmit, meg rövid filmeket, de egyébként vannak rövid film ötleteim, de egyébként nem tudom így előre megmondani. Barney Donko, lesz garázs járás. Tessék, ha ennél részletesebb garázsjárásra gondoltál, én nem tudom, beszélek a tankokról, akkor szólj, de egyébként ezek vannak most a garázsomban, némelyiknek változnia kéne a helyének, másrésztről kéne nekem jó sok garázshely még, meg rengeteg kredit, aztán megtartanám a tankjaimnak a többségét, és az úgy tök jó lenne, de ez sajnos nem így megy, mert igaz, hogy most van aranyam, de sajnálom garázshelyre költeni, max, hogyha fél áru, akkor esetleg ide. Meg amúgy se szerzek elég kreditet prémium nélkül, meg elég XP-t prémium akkont nélkül, hogy igazán fenntartató fejlődésem legyen, az a leginkább zavaró dolog a voltban számomra. Kovács Adam mikor rakott ki a replay-met, ezt megbeszéltük külön. Ő tudja, hogy miről van szó. Dió, Dávid, megtartod azt a szakot, ahol folytatni szeretnéd a tanulmányaidat? Most egyre azon gondolkodom, hogy Szeged és média szak. Most már nincs is sok időm ezen változtatni. Reméljük, hogy elleszek azzal, hogy reklámfilmeket szerkeztek meg gazdag embereknek, és abból fullik valami nekem. Az zavar engem ebben az egészben, hogy gyakorlatilag szinte bármi dolgozik az ember, képzettsége bármivel, az gyakorlatilag egy bérrabszolgaság, és ha igazán szabad lehetnék, mert van végzettség, vagy nem tudom, igazából ez nem tudom össze, az csak egy szocialista anarchia kéne a világon, és akkor nyugodtan utazgathatnék, meg csinálhatnék, amit akarok. De az sem most lesz, még egy-két évszázad. Mondjuk, remélem megélem. Addig meg valahogy el kell majd tartanom magamat. Nuki 2000 az nem egy kérdés, de legyen EU4, az ugye Európa Universalis 4, egy valós idejű stratégiai játék, ami nem annyira valós idő, meg lehet állítani. Legalábbis akkor, hogyha gépen játszik az ember, multiplayerre még meg nem játszottam. Hát azzal az EU4-jel az a helyzet, hogy én nagyon unalmasan játszok, tehát ha kommentálnám is közben, akkor se lenne valami érdekes, mert én nem a leglagosabb módon, de kb. Úgy játszok, hogy majdnem egy másodperc, egy nap a játékban. Aki ismeri az Európai Universalis 4-et, az érte, hogy mire gondolok. Mert mindig aggódok, hogy valami hirtelen felugrik, vagy valami változik, ami így fontos. Van, aki egy óra alatt játszik a játékból mondjuk 5-6 évet, én meg egy óra alatt játszok pár hónapot. Maximum egy évet, szóval nagyon lassan játszok EU4-el, és mostában nem is játszottam vele, mert hát éppen miatt más dolgaim vannak, nem tudok rá időt szállni eleget. A következő nem egy kérdés, de lehet, nem tudom, hogy erre hogy volna időm ezt egy ilyet szervezni, meg hogy... Az a baj egyébként a gyakorló csatákkal számomra, hogy pénzbe kerül a lőszer, viszont nem kapsz cserébe semmi pénzt vissza. Persze jó szórakozás, de hogyha magas szintűekkel lövöldözik az ember, akkor jó drága is mellé. Illetve amíg játszik a
gyakorlóban az ember, addig nem játszik rendes tankkal és nem hallad előre semmit. Tehát ezért nem szoktam a livestreamekben sem gyakorlózásokat rendezni, mert igaz, hogyha valaki először kerül be gyakorló izébe, akkor az neki biztos szórakoztató, de nekem sokadjára már szerintem unalmas lenne, illetve drága, meg addig se fejlődök, ami premium nélkül elég kín. Effi János kérdező, sporthoz sportoltál valamit, és ha igen, akkor mit? Hát még 14 éves korom előtt rengeteget fociztam, hogy kb. Minden gyerek errefelé ugye focizni akar. Aztán nagyon hirtelen megnőttem, tehát 12 évesen szerintem még alig voltam 170 centi, aztán 14 évesen hirtelen 180 lettem, és ennek, mivel nem vagyok egyébként különösebben sportos vagy izmos, az lett az eredménye, bár lehet, hogy az lettem volna, akkor is az lett az eredménye, hogy hirtelen megnyúltam, és egy focizás közben kibicsaklott a jobb térdem, aztán pár hónapra rá a bal térdem, és aztán mind a két térdem az idők során eljátszottam még egyszer ugyanezt, de most már úgy stabil egyébként, igaz voltam egyszer a gipszben, meg baromi fájdalmas, meg elég zavaró, de lényeg a lényeg, megtanultam, hogy nekem fociznom nem érdemes. Más sportok meg, hát igazából én lusta vagyok sportoláshoz úgy magamban, és... Jelenleg íjászkodok hetente egyszer, nyáron hetente kétszer, ami nem sok, hogyha lenne saját íjam, meg nyilvesszőim, meg táblám, akkor lövöldöznék szerintem egy órát minden nap, de így, hogy edzésre kell járnom, mert csak úgy jutok hozzá a felszereléshez, így heti egy alkalommal jelenleg, nyáron meg majd kettő. Nem a legkomolyabb torna, de jól érzem magam közben. György Onder, ez a szakaszozunk kérdés, ez sokan felteszik, bár lényegesen kevesebben, mint mikor elkezdtem videózni. Igazából, hogyha játszok vottal éppenséggel, akkor mindig van szakasztársam klámból, vagy barátaim közül, ismerőseim közül, szóval felesleges kérdezned, mert azt szoktam mondani, hogy talán egyszer, de igazából ez kb. Sajnos soha, mert én elfeledkezem róla, te elfelejted, annyira valójában nem is érdekes, hogy egy ismeretlennel volt az szerintem számodra se. És hol találkoztál vottal, ez ugye volt már, és továbbra is az a válaszom, hogy nem emlékszem, úgyhogy találtam a botra. Gáspár Valek? Nem. Project LCD-t VP, ugye nemzet a nemzeten át, ahogy korábban elmondtam, hogy mi a véleményem a gyakorló csatázásról. Dvorszky Zoltán kérdezi, hogy mi van mostában fazekas parancsnokkal? Régen nagyon jó volt titeket együtt nézni, hogy voltban napítjátok az ellent. Nos, olyan nagyon igazából nem tudom fazekasról, azt tudom, hogy ő már így dolgozik, meg elfoglalt, meg hasonló. Pár hete írtam neki legutóbb, mikor volt a Armored Warfare Halloween-i verseny, hogy ő tud-e tököt faragni, mert van ez a verseny, amivel lehet nyerni több mint 60 eurónyi értékben nyereményeket AV-hoz, azt mondta, hogy érdekli, aztán majd holnap beszélünk, mert most elfoglalt, akkor telefonon beszéltem vele, másnap Steamen ráírtam, arra nem válaszolt és leépett Steamről, persze fel is hívhattam volna, de olyan nagyon nem izgatott a verseny. Nekem az lesz a kifogásom ezekre a versenyekre, hogy miért nem vettem részt rajtuk, hát esélyt akartam adni más játékosoknak, hogy nyerjenek ők is tankokat, mert nekem már úgyis van 65 eurónyi ajándék cuccom AV-ban, amiért én nem fizettem semmit, csak videózgattam, és ezért kaptam. Szóval megmondom őszintén, nem nagyon tudom, mi újság van fazekas parancsnokkal. Másik pedig, LinkedIn-nel esetleg nem lehetne közös stream. Mindkettőtöket nézek és tisztelek, és szerintem jó lenne látni a két kedvenc YouTube-osomat együtt, maradok feltétlen hívani. Szóval LinkedIn-t egyébként pár hete ugyancsak megkérdeztem tőle, hogy akar-e streamelni, azt írta nekem vissza, hogy ő szólóba tolja, szóval nem. De egyébként közös ismerőseinktől szoktam hallani néha, hogy látom mögött hogyan szidalmaz engem valamiért. Igaz, hogy anno egy klánban voltunk, sőt, javarészt miattam lépett be a HPD2, mert akkor már videózgattam, és akkor együtt játszottunk, meg fejlődtünk a játékban, aztán én, nekem ugye voltak a hiátusaim, neki nem voltak, meg prémium akkontja is volt, nekem nem, lehagyott a játékban, aztán megnőtt az arca, és most olyan, amilyen. Játszani pedig úgy néz ki, hogy nem nagyon akar velem. A következő meglepő kérdést pedig direkt a végén hagytam, amit Cancino, Cino, Enrique, nem tudom igazából, hogy kell kiejteni ezt a nevet, bocsi. Tette fel. Korvai valahol lesz majd Korvain, és ha igen, lesz majd videóba. Szóval ezt a kérdést először is megvitattam az említett Korvainéval, aki
aki az ő szavaival élve úgy röhögött ezen a kifejezésen, mint a hülye retard. És külön komikus, hogy mikor először bemutattam a klánnak, akkor ők is ugyanígy nevezték, illetve Henshel Verke First Lady-nek, de az egy másik kérdés. Szóval a válasz az, hogy igen, igen, van, ha nem is korvaj négy, de legalábbis barátnő. És ezen lehet, hogy meg fogsz lepődni, meg többiek is, és ez is nagyon szórakoztatta őt, hogy senkinek nem tűnt fel. Valójában ő már volt korábban videóban, egyetlen egy volt, ahol hallhattátok a hangját, az pedig az Armored Warfare első benyomásos szakaszozásos Karxival és Certimmel szakaszolgatva, illetve más videókban úgy szerepel általában mondjuk replayben esetlegesen, hogy velem szakaszban van Karxi néven egy klántársam, és hogy ez senkinek nem tűnt fel, hogy több játékban is esetleg ugyanaz a személy, de az is igaz, hogy túl sok videót nem töltöttem fel vele, szóval nem annyira meglepő igazából. Számára az volt, számára annyira nem, hogy senkinek nem tűnt föl, de ja. De érdekes erről beszélni. Szóval a neve Kata, és az utóbbi pár hónapban kb. Minden délután este belejátszok videójátékokat, mivel Erdély így ez kb. Az egyetlen közös program lehetőségünk, és hogyha persze neki sincsen ellenére, és ti sem utáljátok ki, akkor aha, szerintem szerepelhet majd videóban, hogyha épp közösen játszunk, és úgy gondolom, hogy hát ezt most felveszem. De egyébként azon az Armored Warfare-es játékon kívül más közös játékunkat ezt idáig még nem is vettem föl. Azt is azért, mert kellett egy Armored Warfare videó nagyon, meg amúgy is három voltunk szakaszban, szóval miért ne? Meg picit játszatoztam a gondolattal persze, hogy valaki megkérdezi azt, hogy ki ő, de az Armored Warfare videót közel sem nézték meg annyira, hogy valaki a nézők közül így kíváncsiskodjon. De igazság szerint nem bánom, hogy megkérdezted, mert egyrészt ez így elég mókás, másrészt pedig ez idáig picit úgy éreztem, mintha titokban tartanám, bár a magánéletemet nem szoktam belevinni a videózásba, tehát néha mesélek személyes sztorikat streamben, inkább csak streamben, videóban nem annyira, de úgy egyébként nem szoktam belevonni, de hogyha továbbiakban is ilyen rengeteget játszok vele, és ami nem hiszem, hogy megváltozna, és úgy gondolnám, hogy jó lenne ilyesmiből videót csinálni, mókás dolog, akkor legalább ez a súly most már leesett a vállamról. Őszintének lenni jó. Nos, köszönöm szépen a kérdéseiteket, különösen az utolsóra a reakciótokat. Azt hiszem, hogy szórakoztató lesz majd olvasni, meglátjuk. Aztán nem tudom, mikor lesz legközelebb ilyen kérdezfelek, nem vagyok nagy fanja, de addig is találkozunk majd a következő videóm komment szekciójában, ugye. Szeretnétek érni nekem bármiről, akkor az e-mailem ott van a leírásban, a Facebook oldalam is ott van. Köszönöm a figyelmeteket, meg a három évi támogatást, kitartó végigülését a hobbi videóimnak, még egyszer ennyit. Karva voltam, sziasztok, jó játékot, kellemes napot.